Bujkáló napsütésben időnként befelhősödő égbolt alatt, de csapadékmentesen zajlott a május 1-i Szejkefürdői ünnepség, amelyre a bizonytalan időjárás ellenére is több ezeren látogattak ki, közülük mintegy 2000-en biciklivel érkeztek a helyszínre. A polgármester hivatal is az Udvarhelyszék Kulturális Egyesület szervezte Városi Majális, amelyet immár 8-adjára hoztak tető alá, idén is az udvarhelyszéki fúvószenekar ébresztőjével indult. A kerékpárosok 10 órakor gyülekeztek a Mártonáron téren, illetve a Bethlen negyedi parkban, ahonnan együtt indultak az ünnepség helyszínére, a Szejkefürdőre. Azok, akik biciklivel érkeztek a Majálisra, a bejáratnál 2 garast is kaptak, amelynek nem mellékesen nagy volt az értéke, hisz az ünnepség alatt 6 kerékpárt sorsoltak ki közöttük. De nem csak ezért volt érdemes biciklire pattanni, mondták a résztvevők. Nagyon fontosnak tartjuk, mi minden esztendőben el szoktunk jönni. Ez a mozgásnak szentelt nap szerintem. Az idő is kedvez, fontos a jó levegő. És együtt vagyunk, máskor sokat vagyunk külön. Találkozunk ismerősökkel, akikkel amúgy elkerülnénk egymást. Nagyon jól telik, hangulatos rendezvény. Fontos a mozgása az embereknek, egy kicsit kikapcsolódásnak a barátokkal. Az ünnepség környezetbarát művoltát támasztotta alá az akció is, amely során régi mobiltelefonjaiktól szabadulhattak meg a Városi Majálisra kilátogató lakók. Az idei újítás népszerű volt az udvarhelyiek körében, 300-nál is több telefont adtak le az információs sátornál, cserébe nyereményszelvényeket kaptak a leadók. Az ünnepi program 11 órától kezdődött a Szejkefürdői színpadon, fellépett az udvarhelyi Serítő Néptánc Együttes, a Gyergyószent Miklósi Step Dance Modern Tánc csoport, a Csíkmadarasi Népi Zenekar, az Open Stage humoristái, valamint Simó Anna Mária is zenekara. A Városi Majálisról Bunta Levente polgármester sem hiányzott. Május 1-e a munka ünnepe, Szent Jakab volt az, aki annak idején megtisztelte a munkát, nyár előtte is megtették, de úgyhogy fennmaradt ez az ő cselekedete, őt ünnepeljük, a munkát ünnepeljük. A székely ember mindig tudott dolgozni, és aki tud dolgozni, az tud ünnepelni is. Örvendek annak, hogy tényleg több ezren kibiciklizünk, most, hogy 2500-an vagyunk, vagy 2200-an nem számít. Az a fontos, hogy talán még az idő is kitart, hogy akik dolgoznak, azok jól is tudják érezni magukat, együtt vagyunk udvarhelyiek, sok ezren. Május 1-én az Udvarhelyi Házrezső Múzeumhoz tartozó Borvíz Múzeum évnyitó tárlatát is megtartották. A Víz és az ember elnevezésű kiállítást 2-től péntekig délelőtt 10 és délután 6 óra között, hétvégén pedig délelőtt 10 és délután 2 óra között lehet meglátogatni.